Természetesen, mint a sajtóanyagban is látható, honlapja is van ennek a projektnek, a www.önkéntesgöcsej.hu. Folyamatos fejlesztésre szól, és az információkat folyamatosan kell, hogy pótoljuk, nem annyira érjük magunkat utolni, de 4 hírlevelet adunk ki a projekt ideje alatt, 3 már elkészült, a 4. dolgozunk, ami az utolsó. Minden háztartásba eljutott a 8 településen ez a hírlevél. Én azt gondolom, hogy a legesleg hatékonyabb lehet szerintem, hiszen mindenki ezekre találkozási alkalmakra nem tud eljönni, de hogy minden háztartásban lehet olvasni, hogy milyen jó példák vannak, milyen jó gyakorlatok, milyen mintát adnak azok, akik már az életük során folyamatosan önkéntes munkát végeztek. A legutóbbiban Börcsök Enikő színművész nyilatkozott meg arról, hogy tulajdonképpen a színészet mellett az ő életének nagy része az önkéntesség. És szerintem fontos az is, hogy olyan embereket halljanak a lakosok, a fiatalok, akiket a közéletből amúgy ismernek, és hogy lássák azt, hogy igen, mindenkinek belefér az életében, hogy azon kívül is nyisson, és talán élve azzal, hogy többen ismerik, és mondjuk ő a szervát ültetettekért dolgozik, és ha ő elmegy egy-egy akcióra, múltkor telefonon például is elmondta, hogy egy hétvégén 3 donort sikerült találnia. Tehát biztos, hogy nem mindegy az sem, hogy kiszólítja meg, és milyen tapasztalattal, hogy ő maga is érintett például. Most itt már nagyon már keresztűzve Hogy egy kicsit magunk is kimennénk, és gerebét fognánk. Tehát, hogy jó fotókat tudnánk. Ez már érdekesebb lesz. De, tehát, hogy opcionális, hogy akkor most esetleg mindenki elmondja a saját projektjéről, nem tudom, hogy a sajtóképviselői szempontjából hogyan jó, hogy megkérdezitek őket. Nem, 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 nem